Tandi Flóra évek óta magánéneket tanul Katona Judit tanárnőnél. Élete első koncertjén az IH rendezvény központban, ahol barátai is vele énekeltek, fergeteges sikert aratott. Természetesen mi is ott jártunk. Négy évig ide jártam a Tömörki István gimnáziumba, énekszakra, és a drága Flórának az édesanyja tanított engem énekre. Nagyon jó énektanár volt, nagyon szerettem, úgyhogy nagyon örültem, amikor a Flóra felvette velem a kapcsolatot, és megismerhettük egymást, mert én akkor láttam őt utoljára, amikor körülbelül 8 éves volt. Azt hiszem, hogy nem is igazán ismertem meg. De te évek óta énekelsz Pesten, ugye? Igen, most már 10 éve. És milyen produkcióban láthattak téged a Megasztáron kívül? Előtte volt egy Stefano és Rita nevezetű duettlemez, abból kettő is volt. A Divák koncertsorozatban vettem részt, akkor nagyon sok háttérmunkát csináltam, filmzenéket vagy reklámzenéket énekeltem, úgyhogy elég sok mindent. Bergendi zenekar, stb. Hát én a Megasztárban ismerték meg azt hiszem az arcodat, még hogyha elég fura módon, elég hamar kiestél, ami egy komoly felhördülést okozott egyébként az országos sajtóban is. Azóta mi történt veled? Úgy látom, hogy azért nem viselt meg ez annyira. Igen, egy ideig érdekes volt a történet, mert tényleg meglepődtem én is ezen az egészen. Aztán rájöttem, hogy az egész műsor végül is arról szól, hogy minél jobban botrányos legyen, stb. De hamar túltettem magam rajta, nagyon sok üzenetet kaptam, kedves emberektől. Hát azután továbbra is azt csináltam, amit eddig, van egy saját zenekarom, van egy másik zenekar, egy parti zenekar, amiben énekelek, és most mellette van egy tévéműsor, amiben szerepelek. Szenes Iván életművéből összeállítottak egy ilyen kis csokrot, és az fog majd levenni. Miért pont őt kérted fel? Azért nagyon sokan énekelnek itt Szegeden, és nagyon sok barátod is van, aki tud énekelni. Igen, de a stílus, amit ő képvisel és amit ő szeret, az áll hozzám a legközelebb. És mikor a Megasztár után felvettem vele a kapcsolatot, akkor még nyilván nem gondoltam, hogy nekem lesz egyszer egy ilyen alkalom, hogy megmutathatom, hogy mit tudok, de amikor ez kiderült, hogy erre van lehetőség, akkor az első dolog, hogy úristen, Ritát fel kell hívni, és el kell hívni ide. Milyen ez a stílus, amiről beszélsz? Whitney Houston, Mariah Carey és Celine Dion. Leginkább ezt a három nevet tudnám említeni. Énekeltetek már együtt? Nem, most lesz az első alkalom. Sokat próbáltatok, vagy erre nem volt lehetőség? Egyszer voltam fent Ritánál Pesten, Érden pontosabban, és ott összepróbáltuk meg. Hát itt, de szerintem Rita annyira profi, hogy csak nekem kell összeszednem magamat. Igen, ennek azért van kockázata, valljuk be őszintén. Van, kicsit izgulok, de nem mondta, hogy borzalmas, úgyhogy szerintem kiáll velem a színpadra. Mi mindent hallunk ma ezen túl, és kikkel lépsz még fel? Komoly zenével kezdek, mivel én komoly zenét tanulok 6 éve, tehát magánéneket. Úgyhogy azzal indítom a műsort, aztán sanzonok, és aztán a könnyű zene. A fellépeim között lesz, aki zongorán kísér, Nagy Imre Erikő, zeneszerző, karmester. Itt lesz velem Csigér István, aki a biológia tanárom volt a gimnáziumban, és vele is sokszor léptem már fel együtt. Judi Melitta, aki 3 éves korom óta nagy barátnőm, és együtt versenyeket nyertünk. Tari Eszter, aki most áll először színpadra, ez izgalmas lesz. Szügyi Dániel, aki a Vanti zenekarban zenél, és Pénzes Gábor, aki szintén. És a tanárod Ragány is. Zoltán, igen. Ragány Zoltán, római jogtanár. És a Katona Judit is, és ugye? És a Katona Judit, igen, az énektanárom. Július óta készülök. Remélem, hogy sikerülni fog.